Magyarországon jelenleg közel 2 millió nyugdíjas él. Előregedő társadalomként alig ha akad olyan párt hazánkban, aki ne venné célba az időseket üzeneteivel, ígéreteivel. Én úgy látom, hogy a kormány novemberben nagy valószínűséggel a felét sem adja oda a nyugdíjasoknak, mint amennyi egyébként járt volna nekik. Ha megnyerjük a választásokat, mert pedig meg fogjuk nyerni, akkor olyan nyugdíjemelést fogunk végrehajtani, ami egyrészt követi az inflációt, másrészt pedig azoknak a nyugdíjasoknak kedvez, akik most a legrosszabbul élnek, és a hó végén még a gyógyszerre sincs pénzük. A Jobbik támogatja a nyugdíjas parlament népszavazási kezdeményezését, az összes kérdését vitaképesnek tartja, még akkor is, hogyha esetleg nem értünk egyet minden árnyalatban. Mindezek mellett szeretném továbbvinni a Farkas Gábor féle Tanítsd a Nagyit programot, melynek keretén belül kecskeméti nyugdíjasok tanulhatnak kecskeméti diákoktól az új technológiákról. Viszont a negyedik kétharmad után komoly vállalásokkal csak a kormány tud élni. Van egy nyugdíj prémium, amit fognak kapni Feri bátyám novemberben egy 80-ast. Ennek már sokan örülnek. És a következő évben pedig február közepén szerintem meg fog kapni egy 60-at. Még azért küzdenem kell egy kicsit, mert ne kéteti legyen, mert egy hatod de rajta vagyunk a szerencsétlenek. Ott loholok a pénzügyminiszter nyakán. Megnéztük, hogy mi valósult meg ebből az ígéretből, hogy mennyit ér az időskorú honfitársaink nyugdíja a száguldó inflációs környezetben. Magyarországon az átlag nyugdíj 164 ezer forint, de ennél sokkal kifejezőbb az, hogy a nyugdíjasok 60%-a 160 ezer forintot sem kap. És az időskorúaknak majdnem a fele még 140 ezer forintban sem részesül. Kapunk 77 ezer forint nyugdíjat, hát még a rezsit kifizetni, stb. Nagyon meg kell nézni, hogy mire költi az ember a pénzét. Azt észreveszik az emberek, hogy drágul, de azt nem veszik észre, hogy mennyi segítséget kapnak hozzá. Ez szomorú nagyon. Ha megnézzük, hogy mennyit költenek az európai országok a GDP-jükből a nyugdíjakra, akkor kiderül, hogy Magyarország a 7. legkevesebbet költ 31 országból. Az is igaz ugyanakkor, hogy a nálunk kevesebbet költő 6 ország GDP-je nagyobb, mint hazánké. És mindezt tetézi az inflációs helyzet, amelyben élen járunk. Míg a teljes lakosságra az infláció 20,1% volt októberben, addig a nyugdíjasokra pedig ez 21,9%. Ahhoz, hogy ne kelljen semmiről se lemondaniuk, amit 2021-ben meg tudtak vásárolni, számításaink alapján 183 ezer forintot kéne átlagosan kapniuk. És mint említettük, az átlag nyugdíj ennél 20 ezer forinttal kevesebb, vagyis csupán 164 ezer forint. Felkerestünk 5 áruházláncot, hogy megnézzük, hogy a nyugdíjasok által szerintünk leggyakrabban vásárolt termékek mennyibe is kerülnek. Az 5 áruház közül csak egy engedte meg, hogy felvételeket is készítsünk, de az árakat mindenhol feljegyeztük. Az 5 áruházban sorra vettük egy nagy bevásárlás költségét. Ebbe beleértettük a kenyeret, a tejet, a baromfies sertéshúst, a felvágottak közül a szalámit, a sonkát, a kolbászt, de ide soroltuk a tojást, a trapista sajtot, az étolajat, a banánt, a csemegeuborkát, a paradicsomot, a burgonyát, a vöröshagymát, a cukrot és a lisztet. Az alapvető élelmiszerekhez hozzászámoltuk még a sört, a bort és az ünnepekre, valamint az unokákra való tekintettel a szaloncukrot. Minden termékből a boltban található legolcsóbbat tettük a kosárba, illetve csak tettük volna, ugyanis a hatósági áras termékek gyakran hiányoztak a polcokról. Az általunk felkeresett 5 üzletből 3-ban kristálycukrot egyáltalán nem lehetett kapni. Az 5 magyarországi áruházban összeadtuk a felsorolt termékek költségét, így egy nagyobb bevásárlás számításaink szerint 27 ezer és 22 ezer forint között mozog, és átlagosan 23.687 forintba kerül egy nyugdíjas részére. A költségeket táblázatban összesítettük. Hát én ritkán vásárolok be, de általában olyan 20%-kal növekedett. Például a császárzsemle, igaz, hogy régen, de 33 forint volt, most 69. Egyet tudok konkrétan, ami volt, nagyon szerettem, ilyen 25 dekás műanyag kis dobozba, Szeged környékörő szálmadó kacsaliba töpörtű készen. Az volt úgy 500 forintba belefért, 25 dekás, most az 1000 forinton fölül van. A sajt, jajajajajaj.
sajtot azt már nem merünk enni, mert az nagyon drága. Nem, ugyanúgy megveszem, hogy akar drága, akar olcsó, akkor megveszem. Nem kell mondani, nézze meg, hogy most mit vettem. Vettem almát, vettem banánt, vettem mandarint, vettem avokádot, nyugdíjas vagyok. És meg tudom fizetni. Valahogy összefogja magát az ember, és akkor, ha nagyon muszáj, akkor megveszük, és akkor a legközelebb akkor a többivel vigyázunk, akkor kevesebb, olcsóbbakat vásárolunk. A nyugdíjas fogyasztói kosár jellemzője, hogy sokkal nagyobb részben szerepelnek benne gyógyszerek és más gyógyászati termékek. Az idős korosztályt leginkább a magas vérnyomás, a szívritmuszavar, a második típusú diabétesz, az ízületi és más jellegű fájdalmak, a D-vitamin hiány, valamint az alvászavar sújtja. Összeadtuk a legolcsóbb készítményeket, amelyeket ezekre a problémákra javasolnak. Így számításainkból az jött ki, hogy egy átlagos nyugdíjas 17.068 forintot hagy a patikában. Utcai kérdezősködésünk során az idősek hasonlóan magas gyógyszerárakról számoltak be. Az 30 ezer forint körül van a patika. Az 30-40 ezer forint havonta. Azt hiszem 4600 vérnyomás, cukor, meg ilyen gyógyszer, ez a szívgyógyszer ilyenek, de hát ennek nincsen probléma, de ezeket szedni kell. Filmünk tapasztalatai azt mutatják, hogy azok a nyugdíjasok, akik átlagos vagy átlag alatti nyugdíjban részesülnek, nagyon nehezen boldogulnak 2022-ben Magyarországon. A nyugdíjból alig maradt nekünk kettőnknek, úgyhogy nagyon-nagyon. Lányomék azok kicsivel jobban állnak, hát ők szoktak azért segíteni. Hát el kell az a kis segítség is. Ha érdekelnek további részletek a témában, olvasd el a cikkemet az Átlátszón, és kérlek, iratkozz fel YouTube csatornánkra.